gyönyörű érzés volt így közösen visszanézni ennyi sok bajnokkal. Gratulálok mindenkinek a gyönyörű szép sikerhez. Hát elképesztő volt számomra, hogy véghez tudtam vinni ezt a 3 perc 20-as időt, ami eddig a legjobb. Nagyon kedves mindenki, aki eljött és szurkolt nekem, és itt van, és személyesen eljött messziről is. Tudom, sokan eljöttek gratulálni, úgyhogy nagyon köszönöm nekik, a kedvesek. Nagyon jól esik, nagyon is. És a rengeteg szeretet, meg a sok üzenet, amit kaptunk, nem is tudok rá válaszolni. Tudatosult már benned, hogy a 173 fős magyar küldöttség legeredményesebb tagjaként jöttél haza? Nem, kicsit szürreális. De jó, tök jó. Nem, még ezt így meg kell emészteni, fel kell dolgozni. Milyen volt újra a kislányoddal találkozni és a családdal? Hú, nagyon jó volt. Alig vártam már. Bejöttem és rögtön azt kerestem, hogy hol van a lányom. Hogy igen, és akkor kaptam egy nagy ölelés, már alig várom, hogy menjünk haza. Hát nagyon örülök, hogy a családom, a barátaim itt vannak. Rengeteg ember itt van, rengeteg ember kíváncsi rám, meg az olimpiai csapatra. Szerintem egyébként lehet, hogy többen is vannak, mint 5 évvel ezelőtt Rióban, mikor hazajöttünk. Nagyon jól esik, és nagyon szeretnék már velük minőségidőt együtt tölteni. Milyen volt visszanézni újra a döntőt? Már nincs ez a meghatódottság, és most már kicsit így le is zártam magamba ezt a dolgot, és tényleg most már lassan, már előrefele tekingetek. 6 év múlva a világbajnokság, és hát majd meglátjuk, hogy hogyan alakul az oda vezető út.